Sziasztok! Jelenleg Törökországban vagyunk, Antaliában, és a Delfin Imperial Hotelban fogunk eltölteni egy hetet, 2023. november első hetét. Amint láthatjátok, hétágra süt a nap, gyönyörű időnk van, a tenger hőmérséklete is tökéletes, 25 fok körül van, fürdésre, úszásra alkalmas. A hotel egy 5 csillagos luxus resort, látni fogjátok, mert be fogjuk nektek mutatni, megmutatunk mindent, hogy hol tudtok enni, inni, pihenni, szórakozni, kikapcsolódni. Mindenki megtalálja a számítását, gyertek, tartsatok velünk, nézzük meg együtt, fedezzük fel ezt a gyönyörű hotelt.
kijövünk a hotelből, és elindulunk a part felé, közben megmutatjuk nektek, hogy hol lehet enni, inni, kikapcsolódni. Első medence, ami található, ahogy kijövünk a hotelból, közvetlen jobbkézfele lesz, és ez a melegvizes medence. Ahogy jövünk tovább, találjuk az Aquabárt, ez az első bár, ahol tudsz enni és inni. De a továbbiakban is lesz még. Ez itt a hotelnek a saját macskaháza, rengeteg kóborcica van, a vendégek etetik, itatják őket, illetve hát itt a kis házukban van nekik hittéve étel, ital, itt alhatnak. Rengeteg cica van. A híd két oldalán két medence is található, ez itt mellettem a főmedence, itt szoktak megtörténni az animációs programok, mindenféle vízi program. Happarti. És egyéb bemutatók. Azok nagyon jók szoktak lenni.
megyünk tovább. Két oldalt találhatók a különböző bárok, kis bódék, ahol különféle ételeket, italokat lehet megkóstolni, mint smoothie, vagy speciális török ételeket, hamburgereket, bármilyen street foodot, majd látjátok, menjünk tovább. Ide értünk a gyermekmedencéhez, ez egy hatalmas élménymedence, amint láthatjátok, és remek kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek, de szerintem a felnőtteknek is. Most bemegyünk az amfiteátrumba, ez az a hely, ahol délben lehet ebédelni. Este pedig tartják a különböző programokat, a táncos esteket. Illetve gyerekeknek is van tini diszkó. Akkora nagy a hely, hogy a pincérek görkorcsójával hordják ki az italokat, hogy gyorsabban működjön ez a dolog, mert különben kilométereket kéne bebarangolniuk.